jobban nem tudlak. Na, a mai 12 órás utolsó játéke az értünk, ami nem más, mint a Not For Broadcast. Ez így mechanikailag egészen hasonlít egy Telling Lies-ra. Igazából, ha jól értettem, akkor videókat kell néznünk, és az alapján kell eldöntenünk. Most nem az, hogy ki a gyilkos, meg ilyenek, hanem hogy mi kerülhet ki adásba. Tehát milyen Vágó Istvánok leszünk, és akkor megmondjuk, hogy ez kimehet, az kimehet, vagy az meg nem mehet ki. És ez alapján fogja elméletileg befolyásolni és a feedbacket az embereknek a reakcióját a médiára. Tehát, hogyha leadunk olyat, hogy mit tudom én, a korona elfoglalta egész Európát, akkor pánik tör ki, vagy valami ilyesmire gondolok, de amúgy meg nem tudom. Szóval nagyon kíváncsi vagyok rá. És remélem, ilyen nagyon fárasztó interjúkat kell majd végighallgatni, ahol egymással viccelődnek. Jaj, de jó! Ilyen Mónika show-t. Igen, vagy hát remélem túl sok politika nem lesz benne, majd meglátjuk, kecske. Hogyan fog alakulni a dolog. Elfogy a fánk. Elfogy a fánk, ja. Not Games. Lehet halk lesz ez így nekünk, nem? Semmit nem fogunk érteni. Elég deep már most ez a kép amúgy. Early access release. Úr, és most már hangos, de... Mit csinál? The first three level. Első három szint. Akkor szintek lesznek. Hogy a csomó... Basszus, én... Az lesse esett, hogy ez csak early access. Akkor az első három pályát fogjuk látni. Probably failures SSD. Lesz. Változtatásokra bétek. Igen. Grafikára, bejátszásokra, zenére. Visszajelezhet. Kösz, hogy megvetted, stb. Úristen, mint egy rossz horror játék eddig. Húha. De várjál, az izék lehet a felirat. Ah, be van. Végre egy játék, amiben alapból be magyar... vannak állítva feliratok. Jó, a Mastert valahogy így látom, hogy jó lesz majd. Menjen a rosszba. Azt nem érteném annyira. Archive, broadcast. Hát, amiket eddig láttunk. Na jó. Mehet. Oké. Enter game name. Ez nagyon kreatív. Dave Channel. Ott volt egy a választás. A választás? Jó, bele a közepébe. Turn right. D-vel vagy nyilván? Valaki elment ott. Vedd a már fel! Hi David, I have a call for you. I'm just putting it through. Alright mate, Dave here. Listen, I know you've only come in to clean up the place, but I've got a bit caught up, so you're gonna have to run the news tonight. Now don't worry, it's not hard and I'm gonna stay on the phone and help you. First, I'm gonna give you a quick tour of the broadcast room, so if you're not doing it already, look forwards towards all those screens. David? Van egy kis problémánk a feliratokkal. Ja, belelógál. Jó, akkor én ezt így 1/1 eltüntetném, jó? Igen. Halló? Te meg ott vagy, oké. Okay, Steam barát kérelem. Szóval ezt így kikapcsolnám, hogy ne legyen probléma. Felhívott minket a tutorial, ja. Steam, Vikró, már jelölek is vissza. Vikró, így is van. Most már barátok lettünk. Királyság. Nem tudjuk, milyen komplexek lesznek a feliratok később. Mármint, hogy hány soron keresztül fognak menni. Az csúnyán néz ki, hogy így random leveg ott a semmibe. Ez így a sarokra van kitalálva. Ez az van, barát. Na, szóval kihúzott minket a... Vagy mi volt most? Mi volt? Hát mondta, hogy meg körbe mutogatja neked ezt a szobát, hogy tud, hogy mi mit csinál. Ja, jó. Right, look up at the top. That colored bar is your audience. You want to keep the viewers going up and not down.
Tiszta OBS. Master screen, ez a középső. Now the four small screens on the left show the different signals coming from the studio, and you can choose between them using the numbered buttons on the vision mixer at the bottom left. Don't worry, I'll talk you through it and you'll pick it up in no time. Now, have a look to your left. Úristen, de szörnyű az akcentus. Szóval ez itt fönt azt jelenti, hogy mennyire szeret minket a hallgatóság. Itt látjuk azt, hogy éppen mi megy ki live-ba a csatornánkra, amit a TV-adónkra, vagy nem is a tudom. TV-ben. Itt a stúdióktól kapunk különböző opciókat, és választhatunk a négy közül, hogy melyiket rakjuk ki a mi csatornánkra. És ugye nyilván úgy kell döntenünk, hogy a hallgatóság fölfelé menjen. Itt meg középen van egy master, amivel tudunk cenzúrázni, plusz... Az live és broadcast. Oh, yeah. Majd kiderül. És a mellette lévő Celsius fok, az valami jelerősségmérő, vagy nem tudom, ez most mit csinálsz. Valami koordinátákat kell megadni majd, ne? Vagy nem tudom, mi ez. Mi alul a meg fos? Ilyen villám. Ez akkor szenzor beep lenne? Lehet a sípolás, ja. Oké. These plugs control everything in the studio. I've left them set up for you, so provided you haven't fiddled with them, all you have to do now is throw the master trip switch and we're in business. Once you've got the power on, face the front again. Ha tehát, hogyha lehúzod, akkor megint fordulj elő. David, fun. Egy dolgod volt! Ne, azokat lekapcsolgasd! Most mondta, hogy csak a mastert kapcsolod be, és kész. És most fordulj vissza jobbra. Mármint, hogy közé. Fortunately, they go on for fucking ages, so there's plenty of time for me to explain. Oh, right, okay, they're over, so we haven't got long now till the broadcast. Right, quickly, mate, look down under the desk. Nézd az asztal alá. Ott megy az idő, Dávid. See a load of videotapes on the left? They're your adverts. Pick any three and load them into the machines on the right. Reklámokat kell rakni. Reklámokat? Be kell rakni a kazettát. Válasz egy... Crazy Nail. Nail. A többi, tehát mind háromba kell? ABC? Hát akkor játsszuk egy kis reklámot, persze. De miért nem rakja? Ó, oh, pontosan kell odailleszteni. Hát nem csak egy reklám megy le a szünetbe. Screen one. Egyes nyom meg. Igen. Figyelni kell, hogy mikor nyomjuk be. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main stories tonight. Okay, we're all good. Next is going to be the throw to the news titles on screen two. There'll be a countdown, but I'll count you in as well. Just relax, mate. It's all gravy. Buys Honest Andy's Turkey Independent and corners the Flowered Market. Top chap. És ott van, hogy mennyi idő van még abban a műsorban. Átváltatok akkor a kettesre? Hát ha vége van, akkor igen. Nem azt mondta, hogy vár csak kettesre, vagy mi volt? De tetszik nekik, úgy tetszik nekik. Ott van 10, 9, 8, 7, 6. Most. 3, 2, 1. Most! Lovely night! Wow. Next thing is to throw back to Jeremy with button one when that globe in the middle shrinks down and vanishes. Amikor eltűnik az a... mi az? Földgolyó a képről, akkor nyom meg az egyes. Így kapja a púdert ott meg minden. Ja, mondjuk nem tudom ennyi idő alatt leizzadt, vagy mi történt. Figyeld! Here it comes, switch to screen one. Now, lovely night. The votes are in, and it's a decisive... És már nyomja is! Listen, mate, we often get a bit of interference around this time of night, so keep your eye on the machine on the board. Flappy Bird-ozunk, vagy mi? Rendesen interferencia van. Avoiding the interference using the yellow knob or your scroll wheel. A görgővel is lehet, de hát pontosabb, hogy húzod, nem? De miért kellett neki púder? Hát még alig kezdtük el a műsort. Hú, és van benne delay. All you've got to do now is play the advert at the end of the segment. Make sure you don't play it too early or we'll all get fired. Now the clock at the top is counting you down to the advert. When it reaches zero, press one of the three.
Aha. Közben figyelek arra, amit mondtam, hogy figyeljön. Ne. Igen, tehát amikor eléri a nullát, akkor kell megnyomni az egyik reklámot, mert hogyha nem jókor nyomod, mert mindenkit kirúgnak. What? Why? Lancaster is late. I thought I'd ask him about the election. Personally, I wouldn't try to confuse him with any big words. That's the same policy we use. És hogyha akarjuk, akkor leadjuk adásba azt is, amit itt mondanak. I'm deeply uncomfortable with your burgeoning friendship. Tehát, hogyha nem nyomod el, akkor lemegy itt a botrány, meg minden. Váltogatni kell a izét, miközben interjúk vannak. What? 10 másodpercnél ne legyen hosszabb egy kameraállás. 3 másodpercnél több ideig ne gondolj, tehát ne húzd túl a váltást. Anya, jó, akkor... Mi a szar? Te figyelj mondjuk az 1-es, 2-es, meg 3-as egyesre, vagy valami ilyesmi? Most az 1-es van kiválasztva. Igen, figyelj oda. Mi ez a reklám közben? Jó, akkor figyelj a híres csávót, aki az előbb volt, a duplát, te meg alul a 2-t, a nősz meg a Henket. Jó, jó. Az 1-es van kiválasztva most. Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners Advance, but first off, get ready to go to Megan on screen 4. A négyes. Is here a star of both stage and screen? Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolfe, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare... Right, go to Blunderclatch on screen 3 when she says his name. ...by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh my dear. I do hope you believe me when I tell you that being with you here today is a moment... Switch to 2 for the wide now. Most. May I say, having you here with us is among ours. Cos bad, then, for chow, isn't it? Stay on whoever's talking. ...latest movie, which is called The Medicated. The Medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the Rat, that's Peter Jensen, the director. Give us a look at Megan's reaction. He's a wonderful chap, he really Lovely. Is. Lovely. Now back to Thunder Twat. He's movies, all terribly successful. I said to Peter, what a wild ride this has been. And do you know what, Megan? I really meant that. Wow, that is fantastic. And am I right in saying that the character in this movie is quite an academic one? Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that that was the true story of one soldier's fight for a moment. Stick you! Oh, yeah! I think it's grossed over $1 billion, but honestly, who's counting? It's a role that sort of scooped 2 Best Actor awards, if I remember correctly. It's so sweet of you to mention it, but I really am not in it for the awards, although those 3 little statues do take pride of place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, no, you're doing it for the awards. No, see. What is it then that drives Fun you? Oh, that is a beautiful question, Megan, and not easy to answer. Like you, I'm afraid. Cut me, and I will bleed. And often, that's how it feels, doesn't it? Doesn't it? Bleeding. Hello? Giving. That's right. For one audience. I suppose in the end, I do it for the difference it makes. I do it for the people that I inspire. Nem tudom, kéne arra figyelni, mit mondanak amúgy. Most of all, I think I do it for the positive change. Figyeljek arra, amit mondanak, és akkor... And... Today, of te meg azt, hogy, hogy for some reason, lehet, hogy az kéne. Like in the coming few months. What do you make of this historic election result?
Wow. Well, now you're asking. Vi är Jenny. Election result indeed. Historic is the word. Well, vi är Jenny simulator. I think I've always been quite clear that when it comes to politics, that one should always strive to not fuck things up. Shit, he swore. Oh, well, don't worry, he won't do it again. Sorry, I said fuck. Shit, he did it again. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with swearing at the break. Ki kellett cenzúrozni a fuckot? Nem, azt mondom, hogy most fogja elmondani, mit kell vele csinálni. My character, Dr. Nods Hemlock, akkor kell visszaváltani az egyesre. 5, 4, 3. Ja igen, reklámszünet van. Úristen, hát mit menne? Interference. Közben üvöltözik a csávó. Ott közben izé van a stúdióban, Jézusom. Na, hogy ne válts vissza ilyenkor rá. Ez meg valami... Bejött valami asszisztensnő, hogy baj van. Ja. Valhely van. Ez nem az ő filmje amúgy, aki az előbb volt? De lehet. Vagy hogy ő színész akkor? Pop-pop, no signal, kiúzták még a kábelt is. Hát nem is az, hogy no signal, hanem az előbb is, ahogy a hírolvasó csávónak kiment a szerepe, úgy... Hogy kivették az adásba, hogy ne tudj rá válsz. Mami vírusról van szó. Korona! Teljesen. Aha. Felül az óra. Mutatja, hogy mikor kell váltani. Szóval régen kajak így csinálták. Biztos vagyok benne. Mekkora király. 9, 8, 7. 3, 2, 1. Right, I guess I better explain how to deal with bleeping out swear words. As you probably noticed, on our screen, here, most mondja, hogy kell. Kicsit más vagy azért. Dávid, magyarázz, figyelj rá. The bleep button lights up, like this. 2 seconds later, you'll hear that swear word going out on the broadcast, and you need to hold down the bleep button, or the space bar. Látod a live-ot, és utána 2 másodperccel később lesz ott, és ott kell kicenzúrázni. Ott van a káromkodás. Lenyomva is kell tartani a mikta, szerintem igen. Szerintem igen. Menjél már, és élő adásban így sípolják ki a káromkodást. Kihasználják azt a delayt, ami a live és a leadott izé között van. Besípoltam. Figyelj, mert most tesztelni kell. Megint ott a Peter Clement and Julia Salisbury are about to make their acceptance address. Cut to the outside broadcast. Oh, for it, Pat. Get ready to bleep. Okay. Well, thank you all for coming, and, well, where do I start? Figyelj, le ma kis csúszkát, vagy lesz a káromkodás, meg a szöveget. Hát itt lesz káromkodás. Káromkodás most! But you, the people, you saw right through their shite. I'm sorry about the language there. Sorry about that. I've had a bit of a hang is van, hogyha jön, úgyhogy nem. Coarser than a granny's funny. Megint. Coarser than a granny's
memorably put. But to be honest, who can blame Peter for celebrating? Magic got them hungry. Throughout the campaign, we've heard us say that advance are not a political party. Going fuck it. Who's killing? Suffering. You don't need a party. You need a team. Túl sokáig voltam egy helyen. Yeah. But today is day one of a new future. A better, fairer future. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich. For them the party's over. They shouldn't be celebrating. Ez nagyon sokat fog károm, hogy nem most csinálom. Again, but not inaccurate. Before we came out here to address the nation, we used our executive powers to pass the Assets and Wealth Act. Working with the tax office, we have produced a definitive list of every person in the country with wealth into the millions. Igen, mert a őre is, amikor a nő beszél, mert tudod a reakció miatt. Because the likes of you and me are not welcome in their gated communities. Tomorrow we will be introducing a sweeping reform of the tax system in this country. No more hiding wealth offshore, no more trust funds or creative accounting. A simpler, fairer, unavoidable set of tax laws. So all you bastard public school snobs have got no idea how to sheep with them. De csak akkor engedik be, hogyha tényleg kell. Az a baj, nem fogod hallani, hogy hol van a sípolás. Advance are going to turn this country from a nation of warring individuals into a team. Fint, ahogy ilyen szoktam itt OBS-be nyomni. De tud váltani a számokkal is, de... És benyomni a stúdiót tülőizékkel. Billions! But you'll see when we've reclaimed what's ours, that's absolute ferret shite. So to you posh twats. The people who pay you a pittance to serve them drinks in their private clubs. The people whose children you raise. So they've got time to get even... Dávid, nem is mondom semmi rosszat. Összeakadnak a karjaim, Vivi. Cenzúráznak én. Sok csinálni. Nem, az a baj, mert... It ends. De most ja, hogy a space-el, jó, igen. Jó, jó, cenzúrezte. Ha már itt vagyok. A teamwork, hú, ezt egyedül. Egyre több minden lesz. Valószínűleg, mert aztán kezelni kell a hangokat is. And tomorrow, we'll start making it fair again. Just like we promised we would. And until then, ladies and gents, I suggest we all get pissed. I can't argue with that. Thank you for your time. Vége. Well, an interesting acceptance speech there from the leaders of Advance. And our apologies for the dirty language. Hopefully we'll have that bleeped out for you in time. Nem baj, még megvolt. Someone's going to be in trouble. Csak nem fog károm pedig. So, as the country braces itself for new government, that's all from us this evening at the National Nightly News. We'll be back tomorrow. Mindjárt lesz a reklám. 6, 5, 4, 3, 2, I'm Jeremy Donaldson. Have a peaceful night. Right, looks like you've got it now. Thanks for real, mate. I've got to go. Ferry's about to leave. Probably won't be coming back. Job's yours, mate. Good luck. Same old boring politics, then. This is some weird fever dream. Am I dying now or something? You should be so lucky. I'll see you tomorrow night. Not coming for a drink? No, got a date. Lucky you. Try not to get murdered. Vége. Wow! Ez volt a tutorial pálya. Mi a fos? Ennek semmi hasonlóság a Telling Lies-al, és még csak nem is feltétlenül az döntsük, hogy mi kerül én adásba, szóval teljes vakvágányom voltam. Wow! Az de... jó, hogy itt vagy, mert legalább értem, hogy amúgy teljesen... Nagyon gyorsan bedobott a mély vízbe. Nagyon, hát hogyha köz... hát, ha angol lennél és így egybeértenéd, akkor jó lenne, csak ez a szegment csak bégélet. Szarok. Azt a mindenit. Ez állat. Mire kaptunk E-t? Ott a legvégén sok volt a hibám. Ja, meg a interferencia is volt. De ami csak 4-es lett. Csak 4-es lett. Ott van, hogy mikre kell legközelebb figyelni, ne legyen rossz szenzor. Néhány interferencia is volt, és hogy az szerkesztés szörnyű volt. Mi? Mindent beleadtam. Azért, mert ott nagyon össze-vissza kapkodtad az állásokat a végén. Amúgy szerintem jó lett volna. Ez nagyon... Most people come into the archive room when they're done with the broadcast. That way you can see what you did and
Uh-huh. As you can see, there's three sections to the archive. Broadcasts, that's what you've put out. Rushes, which is all the stuff that was on all the screens. And adverts, which is any advert that you've chosen to show. So let's have a look at the broadcasts. Szóval van egy ilyen archívunk, ahol vissza tudjuk nézni, hogy, hogy hogyan csináltuk. Vissza tudjuk nézni az egész adást. És meg tudjuk nézni úgy az adást, hogy azt mondjuk, hogy saját munkánkat értékeljük. Hogy mi volt benne esetleg a rossz. Nézzük már meg, amit most csináltam, ez nagyon vicces lesz. Azért nem végig, de... Nem, nem lehet beletekerni. But before that, let's take a look at what's coming up later on tonight on Channel 1. At 7 o'clock, it's the semi-final of the quotation game. And it's a nail-biting quiz tonight, as a team of nuclear physicists take the four old games. That's followed at 8 a.m. by a one-time documentary series, The Shape of Now, which tonight looks at the history of the knee-length sock and its importance during the Great Blackouts of 1871. Not one to miss. At 9 p.m., sit back and relax with multiple award-winning movie, The Freedom of Being Colin. Where, as usual, Dr. Adrian Atkinson Blimey will be grilling his guests in Incisors, and tonight sees a return for leading economist Katie Brightman. Finally, at midnight, it's the National Weather Report, before we say goodnight until ez ment addig, amíg mi beszélgettünk, hogy csávóval meg ilyen. It's time to join Jeremy Donaldson for the National Nightly News. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. Our main stories tonight. Moving on up, the election win that experts said just couldn't happen. Hopeful or hostile? Controversy as global megacorporation Remington Cist buys Honest Andy's Totally Independent and corners the flawed market. Az elején ugye még full egyszerű volt, nem semmi. Celebrate as popular football. Ah, fuck it. Pont a vége lenne az érdekes. Fuck it. Jó, csak bele kell nézni. These four screens, they're exactly the same as the four screens that feature the studio signal when you're doing the actual news. Of course, the difference here is you can mute any screen you like or any combination of screens and you can have a listen to what was going on behind the scenes. Just select any segment, meg tudod nézni, mi ment a háttérbe közben. And hit play. When you're done checking out the backstage secrets, hit back. Prawn and mayonnaise? You know seafood makes me come out in pustules. Yeah, I thought it might increase our viewing figures. Every day, you want... Igen, ez az interjú. These aren't my cards. Please tell me these aren't my cards. No, they're the right ones, apparently. Oh, but this gives me nothing, Jenny. They must see that. Oh, no. I think they think he won't have anything to say. Oh, for God's sake, come on. It's a huge day. He's not an... Absolute bogey. I don't care, Rob. I'm not... doing it. I agree you want this interview a day. We started. Check my contract. Hi, I'm Megan. Oh, piss off. You're on thin bloody ice, Rob. Whole wheat, man. Whole wheat. We're coming back from the break. Quiet in the studio. Na jó, ha nem is ennyire, nem mindig ennyire durván, de... Kajak ezek mennek így, tehát hogy látod az élősót, akkor megy a izé, egyset, és ahogy megy a visszaszámlálás, akkor tűnik el mindenki, és megy tovább. Szóval welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners Advance, but first our very own culture reporter, Megan Wolf, is here with a star of both stage and screen. Megan? Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare to the Shopbot films. I'm very excited to be joined today by none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear. I do legalább tévés szinten. That being with you here today is among the greatest joys of my life. May I say, having you here with us is among ours. Most lenémítottad az ő izéje. So you've just finished filming the latest movie, which is called The Medicated. The Medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the Rat, that's Peter Jensen. Ez nem az izé. He's a wonderful chap. Ezt remembered, na. I've worked with him on several movies. Hát mert az, hogy next. I said to Peter, hát mert azután, ezután az interjú után beadták a reklámot, ugye a trailerét a filmnek. Lehet, nem tudom. Szerintem az volt. Apparently he's been drinking since lunchtime. Christ, he's a lime mercy in the best of times. I know. God help whoever has to bleep this. 10 seconds, everybody.
own a lawyer and a TV personality running the country? Seriously? We've had worse. 5, 4, 3. Welcome back. And I'm told we can now go live to Advance headquarters, where the two leaders, Peter Clement and Julia Salisbury, are about to make their acceptance address. Shall I start? Go for it, Pat. Okay, let's see what they have to say. Have I never hit the source this morning? It's so green. Teal. Thank you. Ezt a trögnek rajta egy káromkodik. You need a team. No, not much. What's that? Swearing. Swearing. Ez nagyon állat. Ez nagyon állat. És nézik. Az első. Mi? Kihagytunk egy napot? Egy váratlan. Hazaértél, és találtál egy levelet a postaládában? Nem, a lábtörlőn. Lábtörlőn. Csak egy ilyen... Nem egy ilyen... spam, vagy hogy mondjam, tudod, ez a hirdető posta. Ja, legtöbb csak spam, de egy megfogja a szemedet. The team wants to know you. Közelebb mész és kinyitod. Ez a kérdőív a forma. Alexek vagyunk. Már ki van? Jó, hogy itt választhatok, hogy mit csinálok. De ezt tudom. Első kérdés. Egy új állást kezdve barátságos lennék, bemutatnám magam az új kollégáknak, produktív lennék, és egyből munkához kezdenék. Kicsit chillbe vágnám magam, vagy nem tudom. És... hát, hozzászoktatnám magam az új környezethez. Barátokkal a régi munkákról beszélgetnék, vagy nem tudom, ez a reményes. Nagyon produktívak lennénk, szerintem. Mi alapján döntöd el, amit te csinálnál, vagy amit... A rák, tudja, ez most... Visszaemlékez. Hát... személyiségteszt, Dávid. Nem tudom. Mit tennél? Gondolom, vagy produktív, vagy friendly. Hát akkor friendly, na. Be kéne azért mutatkozni. Jó, friendly. Igen. Eltűnt egy fájl, valami nagyon fontos fájl. Az a lényeg. Felügyelőnek bejelentjük. Immediately. Hát ez a kollégád vitt el valószínűleg. Azért kérdezi ezt a kérdést, hogy mit tennél, hogy... Jaj, hogy felnyomod-e a kollégádat, igen, vagy nem. Pedig... Nem tudom, Korvó. Felnyomjuk? Kamuznál ért. Nem tudom. Nyomjuk fel. Nyomjuk fel. Egy egész, hát, mi ez a department ilyen értelemben? Department. Az egyik egész testület, az egyik részlegen ki lett rúgva ma. A alul teljesítés miatt a főnököd új célszemélyeket tűzött ki. Akik sokkal magasabbak, mint a régiek, vagy hát jobban. Időben elhagyni a munkát, fönn, vagy sokáig ott maradni, hogy biztosítsd magad az első
deadline. Deadline a határidőig. Ott hagyni korán a munkát, és... Ott hagyni korán a munkát, és elmenni egy bárba, beszélgetni a változásokról a kollégákkal. Elhagyni korán a munkát, hazamenni, hogy a családdal találkozz. Bemaradnál tovább. Simán csak időben ott hagynál. Ha betúlóráznék azért. Jó van. Jogsértés, Dan, rip. Barbecue van, ilyen céges izé. És a családod is meg lett hívva. Te várod, hogy egy királynapot együtt tölts a barátaiddal és a családoddal. Megmosod aznap a hajad. Elmész, hogyha szabad vagy, de nem bánnád, ha ki kéne hagyni. Gyakoroltál a kollégáiddal, és úgy hiszed, hogy te fogod megnyerni a tehetségkutatót ebben az évben. Én megmosnám a hajam. Tudom, hogy te is. Hát nem aznap, én előtte. Hát előtte, de nem. Talán nem igaz. Igen, hosszú, sikeres karriered volt, és már éppen a nyugdíjba vonulnál. A beszédedben te felsorolod az achievementeket, az elért eredményeid, és minden jó emléket, ami a munkához köthető. Egy őszinte áttekintést jó, mondasz az előnyökről és hátrányokról a cégnél. Azokra a gondokra és kihívásokra fókuszálsz, amikkel szembesültél a munkád folyamán. Megtagadod, vagy hát mi ez? Nem mész el. Hogy mondják a másképp a refused? Megtagadod a részvételt, nem tudom. De nem megtagadod, hanem hát nem tudom. Nem mész el, és így ennyi. Majdnem mindegyik, de hogy egyébként hát pró és kontra végül is, ez egy ilyen arany középút. Visszautasít. Jó is, meg rossz is, visszautasít. Hát az első az ilyen nagyon barátságos, a második olyan arany középút. Arany középút. A szabad idődben egyedül szeretsz pihenni, olyanokat csinálni, mint zenét hallgatni, vagy modellezni. Politikai tüntetéseken veszel részt, és felállsz, vagy tehát mögé állsz a mögé, amiben hiszel, bátorítod és támogatod a gyerekeidet a hobbiukban, vagy pedig egy helyi sportcsapatban játszol. Amiben nincsen gyerekünk, ezért de van gyerekünk. Relaxál. A játékban van. Ja, most úgy kellene gondolkodni? Nem tudom, én csak mondom, hogy van feleségünk, van két gyerekünk, az egyik 14 éves, a másik 19. Ennyit tudok, és Szemnek hívják a feleségüket. Hát, nem értem, miért kell egyet választani, tehát, hogy... Hát... Szerinted... Hát ez is, meg ez is, de hát... Mit tudom én? Gyerekek mindenek előtt, az olyan elcsépelt. Hát... Az ideális vakáció, mi ez, utad ez lenne, körülvéve természetes szépségekkel, messz, távol a napi rutintól, valami ilyesmi, felfedezni valami ismeretlent, és átélni új élményeket és kihívásokat, egy... Vidám park! Nem összetett... Vidám park, mondjuk a családdal. Nem jut eszembe magyarul a szó! Vidám park, mondjuk a családdal. Igen, de hogy egy nagyon... Vagy romantikusra elmentek. Igen. Tropical Islandre. Vidám park! Én nem szeretem. Mármint, hogy nem Vidám is park. Voltam még igazi Vidám. Vidám park! Vidám felülsz az első kis gyerekvasútra és behánysz, igen. A legfontosabb, amit a kormány tesz az emberekért, biztonságban tartja őket, szabadok lehetnek, boldogak és egyenlők. Hát, nem tudom. Erős kérdés. Melyik is az igaz ezek közül? A legfontosabb. Erős kérdés. Biztonság, szabadság, boldogság vagy egyenlőség.
Nincs olyan, hogy nincs. Egyik se. Hát végül is safe-et mondanám. Attól függ, mi ellen. Hát attól függ, hol kiém, tehát hogy ez... Tehát most mi ellen vagyok biztonságban? Egy atombombától, vagy egy tigristől? Ja. Hát... Jó, hát ez megint bullshit. Most nézőpont kérdése meg, hát... Legyen szép. Kösz az egyetműködést. Tudjuk, hogy az időd értékes, és értékeljük a segítségedet, ami hozzá segítette a nemzetünket a fényesebb jövőhöz. És aláírtad a nevedet most. Family matter. Ja, hogy olyan napokat skippelünk, amik ilyen minden... Tehát nem lényegesek. Késő van. Sam és a gyerekek is aludni tértek. Felhajtod a kedvenc kávédat. Ja. Egy nagyon megviselt szuvenírt az első közös utatokról. Tehát a rányomtatott minta már megvan kopva, de a bugyuta arc még mindig mosolyt csal az arcodra. És valaki egy kopogás az ablakon visszatérít a valóságba. A kertben egy neonzöld bőrönd van, a Gaudi nem tudom mi. Is Chris? Ja, Chris van ott, Samnek a tesója. A feleséged, vagy nem tudom, élettársad tesója. Uh-huh. Amint beengeded, leül a konyha asztalhoz, és nagyon stresszesnek néz ki, és mély levegőt vesz. Sajnálom, hogy ilyen későn zavarlak, Alex, de... kellene egy szívesség, és te vagy az egyetlen, akit megkérhetek. Nem probléma, mi az? Jól vagy? Hívjam Szemet? What's going on? Láttad ezt a sok őrült advance dolgot? Assets and Worth Act-nek hívják. Elveszik az emberek nehezen megkeresett pénzét, hogy támogassák a lustákat. Szarság. Látod, hogy Chris nagyon zaklatott. Nem azt mondom, hogy a top 1% vagy bármi meg nincs hülye pénze, de megengedhetik maguknak. Az emberek, mint én, mindent el fogunk veszíteni. Ez szörnyű, de biztos vagyok benne... Nem vagyok biztos benne, hogy tudnék segíteni. Mindig te voltál a vagyonosabb a családban. Sajnálom, hogy elvesznek a gazdagoktól, hogy segítsenek a szegényeknek, de ez nem hangzik olyan rosszul. Nem tudom egyébként, mi történik. El fognak venni mindent. Hát az a lényeg, hogy van egy ilyen, hogy a gazdagoktól elvesznek. Ja, az megvan, úgy globálisan nem tudom, mi történik. Ja, hogy ez így most mi. Mindent el fognak venni, Alex, mindent, amire az életemet építettem. Nem hagyhatom megtörténni ezt. Kell egy szívesség. A konyhakövön akad meg a szeme. Kölcsön kell vennem az útleveled. Az útlevelem miért? Vagy pedig miért érzem azt, hogy ez nem fog tetszeni? Az enyémet elvették, és a fél országét is, de az emberek mindig azt mondják, hogy hasonlítunk, szóval most már kicsit lenyugodott. Le kell lépnem, mielőtt túl késő, amint kijutottam, én és a pénzem biztonságban leszünk. De most kell mennem, mielőtt befagyasztják a felhasználóimat. Légy szíves, Alex, nem kérném, hogyha lenne más választásom. Oké, fönt van az emeletem biztonságban. Hadd menjek fel érte, és utána elviheted. Biztos, hogy van másik út. Ez nem lehet komoly. Tátva maradt a szája. Viccelsz, ugye? Mindig jó voltam veled és szemmel.
a gyerekeiddel úgy bántam, mint a sajátjaim lennének. Család vagyunk, ez semmit nem jelent neked. Oké, viheted az útlevelet. Család az család. Ez a törvény ellen van, nem segíthetek bennem. Neked ebben. Izé. Nem tudom. Hát... Én nem nagyon... Én sem adnám oda neki, de az a baj, hogy... Hát tehát most nem persze... is érzem át a helyzetet. Ezt akartam mondani, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, meg nem is ismertette meg velünk a karakterét a játék. Igen, tehát azt sem tudjuk, hogy ki a pöcsöm ez. Meg hogy mi hogy állunk hozzá. Tehát most egy kb. Idegen kéregeti el az útlevelünket, és így... Ja. Persze, hogy nem akarom odaadni neki, de hogyha már... Azt mondja, hogy a tesó, vagy a sógorja. Ja, azért Danó oda jönne, hogy add már az útlevelet, tesó. Hát nem kérni, hanem vinni. Levit aztán Marissa is. Mit csináljunk, chat? Adjuk neki oda, vagy ne? Igen, vagy nem? Én azt mondom, hogy ne. Remélem meg akar menni, oda ne add. De mondja, tehát, hogyha egy játékban vagyunk, és megtehetjük azt, hogy nem teszünk meg egy ilyen hülye döntést, mint a sorozatokban, meg a filmekben, akkor nem. Látod mindig? Akkor nem adjuk oda neki. Oké, megoldom magam. Igen, ennyi a családi hűség, mi? Ja, felvette a sötétben fluoreszkáló bőröngyét, és eltűnt a sötétségben. Visszamentél a tányérokhoz felvenni, vagy a cuccokhoz felvetted megint szemnek a bögréjét, vagy csészéjét. És most már unottan néz rád az a kopott arc. A csomó a gyomrodban egyre szorosabb. Tehát, hogy olyan, mint a pillangók röpködnek, csak nem pozitív értelemben. A szétesés. Ugye úgy fordítják. Megint itt vagyunk. Ugyanaz a film ment le, vagy mi? Ismétlés. Vett fel a telefon. Mi? Azokat be kell kapcsolni? Az alsókat? Az alsókat? A font is be kell kapcsolni. Jó. Az ablakot. Ja, de miért az a falat? Igen, hogy van... lényege annak, hogy hogy tűnt ez. Ott van ráírva, hogy mi van rajta. Na, hogy le kéne ezt játszanunk? Ez gyerekbizt? A toy safe az azt jelenti, hogy... hogy... Ja, hogy a játék biztonságos? Mert ez egy játék reklámja. Crazy Neil's Festival... A többi az nem lényeges, csak azt az egyet kell. Should be played. Le kell játszani. Le kéne játszani. An elegant new skin cream with a porky little... Új skin cream, azzal nem lőttünk mellé. Kivéve, hogyha leesik miatt a bőre. Coming soon trailer, jó lesz. Ha nem családbarátot, azt akkor hagyjuk. Nem a családbarát, hanem nem biztosított az, hogy a játék biztonságos, ezért nem akarjuk leadni. Igen. Vision Mixer. Ez eddig így volt. Change your mind as much as you want until the clock reaches zero. But if you don't make any decision,
két úton indulhatsz tovább, A vagy B-n, és igen, ez pedig... Igen, és az számol vissza, hogy mikorra kell meghoznod a döntést. Hogy melyiket rakjuk be adásba. Hatni fog... Ja, de be is kell kapcsolni, tehát a többit is kezelned kell egyszerre, csak van, amikor feljön két különböző műsor, és választanod kell. És mondta, hogy befolyásolni fogja az emberek életét. Hogy szomorú arcok legyen, vagy vidám arcok. Hát persze, ez pozitívabban hat. Még rá, hogy figyelni kéne arra, Vivi, hogy mit mond, és akkor annak alapján válasz. Én figyelnék, de annyira nehéz. New CEO, valami new munkatárs, és ki kell választanod egy... Hogy melyik képét rakod be, ahol éppen kaszinózik, vagy ahol épp... Izé. Diplomaosztója van. Akkor figyelem, mit mond. És próbál meg befordítani. Igen. The markets have responded favorably to Sophia's appointment, with stocks rising 30 points in light of the announcement. In her first press conference this afternoon, Sophia announced a children's toy named Mr. Gyerekjáték, Snugglehugs. Sophia promises it'll be all the rage this Christmas, but concerns have been raised about the product safety. Igen, ja, arról van szó. Ez a reklám. Intrepid scientist Dr. David Wong, a marine biologist Ingrid Swarsborg and Horgensford have today set The recently discovered cave system was previously thought unreachable, but thanks to the breakthrough in technology, egymás ellen vannak, vagy egymással? Fair, egymással. Egymással? Igen. And the undiscovered plant species it contains. This is, of course, only the latest in a series of successful applications for this unlikely pairing. In a joint statement about the dangers their team might face, the pair stated, we will face the plentiful challenges together, like we always have. Ahogy mindig is tett. Rumors abound that sporting legend Johnny Hamsleeves is snapped. Nah. Hányik vagy a csajával van? Hát melyik a csajával? Kettő, egy. Hát hányik a... Mert a csajáról van még szó. Azt nem tudom, hogy neki a szövege fix, vagy hogyha másikat mutatjuk, akkor ő azt mondja be. Tehát, hogy arra reagál. Vagy akkor fail. Hadsereg vagy gangsterek? Én tüntetés, rendőr, vagy... Valami crime-ról van szó, akkor crime. Négy, akkor B, nem? Na mindegy. És hát ez crime, nem? Hát crime-ról volt szó, de nem, ez pont a crime ellen lép fel. De lehet jó volt. Lejárt, ennyi volt. Jön a szünet. Váltani kell Dávid szint. Nem most, hanem ott van a visszaszámlálás. A reklámra. Nem? Vagy ez nem az? Interferencia érkezik. Úristen. De mi ez az átvezető? Nagyon gagyi. Ez a live screenünk. Ez megy ki adásba. Ez az, amit a tévében lát Marika néni. Minden más mi csinálunk. Interferenciát kerülünk ki. Minden. Hangot, cenzúrát. Reklámokat. Hopp, ott már, aha. Valami könyv. Megjött a bástya. Ellen James is right. Elvették elő a könyvet. Hárman vannak, úgyhogy váltogasd majd a képeket, figyelj rá. Ne legyen 10 másodpercnél tovább. But what does the Wealth Act mean for us? Nothing, Jeremy. We're still vassal slaves, we're just in prettier cages. A confident dismissal there. Katie Brightman, do you agree? I'm afraid I don't, no. I think that Vance have realized the current economic system of unlimited, unending growth is... És gondolom arra értette, hogy ne legyen 3 másodpercnél rövidebb a váltás. Mondjuk ez is rövidebb volt. Grand plan, Alan. It's all in my book. Alan James is right, Jeremy. We're to become the great herd,
ignorant, sterile, and short-lived. That's what they want. Or perhaps Advance have just realised that if we carry on the way we are, we will destroy ourselves and this planet in a mad orgy of consumption, if you'll excuse the colourful metaphor. Yes, orgy is the right word. Only it'll be the overlords having an orgy on our poor broken backs. It's all in my book. Alan James is... shamelessly self-promoting? Katie, how do you think the rest of the world will respond to this new approach? I think they're watching carefully. Advance the most disruptive threat that the world powers are facing since the last revolution. Miről beszélnek? This will not be a war like we've ever seen before. We're talking millions of deaths. We're talking high-tech weapons that can level entire cities. We're talking... out of the wrong orifices? Mock me all you like, Jeremy, but when they murder your parents and they poison your food and they take you away to their camps for hypno-brainwashing, we'll be laughing then. That might be a great way to sell books, Alan, but you know full well that isn't going to happen in a democracy. Democracy is dead. Yes, Advance are radical, and change is always frightening, but the truth is that the Wealth and Assets Act has made more than 90% of the population wealthier and is on target to produce a permanent end to poverty. Bollocks! What this Sounds young old. Lady doesn't understand, Jeremy, is that these are the Fuck. Same people. Maybe they've rebranded, but it's all a little circus to keep us from seeing the tyrant behind the curtain. That's where you're wrong, Alan. For a start, they've mobilized... Azt nézem, hogy Allah is zöld, de sárga, izé, az mindig azt mutatja, hogy... ha olyanom vagy, aki beszél, akkor zöld, ha olyanon, aki nem, az most sárga. Ne legyen 3 másodpercnél, amire már nem így rossznak fogja jelezni. 3 másodpercnél rövidebb nem lehet? És 10-nél hosszabb. Én úgy értelmeztem. A reakció nem lehet hosszabb 3-nál, nem a reakció elkapása. Hát igen, de azt se lehet, hogy össze-vissza váltogatod, akkor is tuti rossz lesz. Ott fönt az is telítődik a nyíl. Meg lesz valami káromkodás, nagyon triggered a csávó. Don't get me wrong, I want to see these changes, but only if they're sustainable. If Advance lose their power, most jól csinálom, mert ott fönt a zöld nyíl van betelítőben. Nem tudom, az a baj. Amikor hibáztam, akkor visszament. Csak... the catastrophe is that they're succeeding. They've got us sat here talking about their puppet show. Alright, we're running out of time. Quickly, Alan. What does the future look like to you? A bleak space where we've all been figuratively sodomized into submission. No, of course. Katie? We might be on the eve of a brave new world. God knows we need some change, but we need to be cautious. Let's walk forwards with our eyes open. Two very different visions of the future there. Alan James, thank you for joining me. When we come back, I'll be investigating law and order before Megan meets some beneficiaries of the Assets and Wealth Act. 3, 2, 1, reklám. Most. Menj a reklám. Igen. Ott, tehát a jobb oldalig kell nézni nekünk. Menj a káromkodás cenzúrazom. Kéne figyelni Fidex színét? Azt mondom, hogy ott az piros. Akkor nem jó, azt nem szabad olyan ja, korolni. Ezek a feedek. Igen. Ja. És ezt mondom az előbb, hogy ahol zöld, ott beszélnek, akkor ja, jó, segít. Hogy azon van. Ha sárga, akkor az azt jelenti, hogy olyanom vagy, aki nem beszél, és közben valaki más beszél, és őt kéne venni. Aha. De a reakciókat azokat be kell vágni, igaz? Hát, amúgy nem tudom, mert mindig amikor reakció volt, akkor sárga volt. Figyeld, váltani kell egyesre majd. Most. Akkor most nem adok reakciókat. De most nincs is, ez most izé lesz. Hogy sima. Ja, még ez csak figyelmeztetés volt, hogy kezdődik. Can you hear me, Gregory? Most vált csak kettesre. Yes, I've got you, Jeremy. Thanks for having me. What's it like on the front line of the hard face of the cold hand of justice? Well, as you can imagine, Jeremy, we are massively understaffed in this country. Interferencia közben. We're working every hour we can just to try and cope with the caseloads on our desks. This must affect the quality of support you can offer. Oh, we can barely keep up with demand, Jeremy. There just simply isn't enough being done at a systemic level to relieve the problem. Greg. We need more support from ministers. We need change at a structural level, I'm Jeremy. Leaving, Greg. Not a good time, darling. It never is it? I'll be at my mother's.
Just hang on. Now, the problem isn't a local one, Jeremy. De tök mindegy, mert a hangja úgyis behallott. Ezt nem tudod most kikerülni. Mi csináljak? Affairs of the Justice Department that we should be concerned about. Hello, Mr. Donaldson. Hello, Mrs. Judge. We Jézusom. Need legislation to relieve the pressure on our public service. Sorry to interrupt the news, Mr. Donaldson. Can I have a moment to tell my husband I'm leaving him? Yes, totally understand. Quite the picture of a burdened legal sector there. Oh, yeah. És ki is vágták. Anyád! De reklámot nem tudott volna bevágni, nem lehet reklámot. Az csak akkor lehet, amikor... Tehát ilyenkor le van lakatolva. Dávid! No szignál! Hármas és az egyes. Interferencia. Amúgy ezzel lehetett volna tényleg. Lehet, ki kellett volna interferálni. De akkor meg az lesz a baj. Hát nem tudom, de nem. De a híradós is izét rá reagált rá, hogyha akkor a baj lett volna. Hát mi? Anyád! Kiesett egy csaj! Az nem csaj! Kiesett egy csávó szekrénybe! Megkötözve! Mi van ma a híradóban? Kapcsolod rá! Bezárta! Még ő is olyan katyával van! Ostorra mindjárt elkezdi verni! Lehet, hogy le kellett volna húzni a hangerőt. Hát de, tehát nem lehet, mármint, hogy ezzel le akkor meg húzni. Az, de, jó, de akkor meg az nem csak nálad? Beszél? Nem, ez a live-ba. Aha. Nem tudom. Na, hogyha meg leveszed, akkor meg, hogy menti ki a csávó, érted? Az mozog, Dávid! Látom. Baszki beszorított. Menj ki belőle, gyors. Na most harmadik is. Jos. Jézusom! Ott is tuti valami bejön a háttérbe, elhányják magukat, vagy van. Cheers, Jez. Call me Titwang, Tony. Cenzoru... Dávid, nem maradtál! Ránéztem a chatre! Hát de most mondtam! Figyelj, megint lesz! Nagyon pici. Ne ilyenkor nézd a chatet, majd nézzük, amikor az archive-t néztük, vagy archive-t. Megint. Yeah, sorry, my friends are throwing me a surprise party. Good bunch of lads. Okay, well, we're trying to get back to that party as soon as possible. First, let me ask you this. Do you feel that your time spent in prison helped to rehabilitate you in any way, Tony? Tit wank Tony! I don't think it's as easy as that, Jez. Yes, sir. I think asking that is an oversimplification. It sounds like it's getting quite busy there, Tony, but let's try and soldier on. Since leaving custody, have you been able to find a new job? Yeah, all the boys are here. Big Chris, oi, oi. Little Chris, oi, oi. And Vampire Chris. Ő striptease, no? One sec, love. Megint. Rehabilitation is difficult with the current system, Jess. Hát de ezt kell mutatni, mert az a zöld. Lehet, hogy ez csak egy arról tutoriál, hogy a, hogy kell kezelni a bakikat. You are joking. Chrissy Free Bollocks only got Mr. Fancy, oh? Yeah! Baszki! Dávid, azt kellett volna mutatni. Igen. Yes,
Yes, we have. Sorry. Losing a signal here, Tony. Well, we're just trying to get that signal back. I think we. Yes, Tony. Tony, I mean, we were for 2 seconds. How has this happened? Geez, man, shut the mouth, wait, but I keep. Well, we seem to have lost our train of thought there a little. Hopefully, you, the viewer at home, have managed to gain a broader understanding of the serious and complex issues around. After the break, Megan will be live. De lehet, hogy ez direkt megrendezett volt. We'll be back after these messages. Ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Nem tudom eldönteni, hogy kit kéne, mit nem kéne, mit kéne. Van mi replay? 6, 5, 4, replay. 3, 2, 1. Ja. Na még van 10 másodperc, 13, 12. Akkor kell átváltani, nem? Igen. Open and Megan. Igen, most mondta, hogy a kettesek ez. Welcome's Black. I'm Megan Wolf, and on tonight's culture spot, I'll be chatting with the first beneficiaries of the assets and welfare. Ezek pózolnak. Inspiring young people from Scritchford Sixth Form College, who today received a grant from Advance to take their play, Hey, Friendship. Na, az egyesre váltsanak. Secondary schools. Welcome to you all. A piros az a tilos, a sárga az a nem jó, a zöld pedig a jó. Hogy éppen mink kéne. We are Megan. We're overwhelmed, to be honest. And I believe you two are sisters, is that right? Yes, Charlotte's my oldest. I'm the older, more... Dávid, nem álltok a sennyire. I'm joking. Harriet and Trey were really the ones who came up with the whole idea. So, Harry and I were just in the breeze in the cafe. Tudj, van a kamerával. Beállítják szerintem még, csak hogy lesz, hogy mi legyen a hát. But she'd been laid off. Budget cuts. Fortunately, I directed a pantomime when I was at university, so I knew the ropes, as it were. Right, yes, but you're the maths teacher, aren't you? Azt nem tudom, azon gondolkodtam, hogy az, hogyha a pirosat mutatott, tehát valami balhét keversz, hogy kiadod a hírekbe az ilyen tilos dolgokat, akkor az csak a jegyedet befolyásolja, vagy azt is, hogy milyen hatást érsz el a nézőkben. Ott volt a reakció. Igen, igen. Mutatta is. Akkor ezeket a reakciókat nem kell figyelni, csak azt, amikor ő szól. Dávid! Úristen, de idegesítő ez a csávó. Ez a csávó, minek se szólalt. Ha amikor mindig zöldön vagy, akkor nagyon jó. Azon nem szabad lenni, Dávid! Fuck! De benne voltál 3 másodpercben, nem? Benne. Ja, mert ők hozzákészülnek valami ilyen szerepjátékhoz, vagy nem tudom, arról beszéltek, hogy ki kit játszik, meg milyen szerepeket szokott kapni. Basszus, túl sokáig hagytam rajta. Káromkodás! De még nem! Hey,
Válthatsz itt is a négy is. Dear diary, I'm not sure I can take another day at this school. Another day of fears. Another day of fears. But still I walk the corridors alone. Dreading what might be around every corner. What's around the corner? What's around the corner? Másik. Oh, hi Gary. Oh heavens no, it's Gary the Fist. Gary the Fist. Going somewhere, little first year? Great. I've been looking for some poor victim to bully all morning, but will this make me feel better? Ők a gondolataik, ők meg úgy gejetszenek magát. Excuse me. I'm late for maths. It's my favorite subject. So important. Maths is for losers. What? Maths is for losers. My arm's stuck, Connor. Just keep going for fuck's sake. Right. Censura. Maths is for losers. Now, give me your lunch money. Double lunch for me today, but why am I only truly happy when I'm eating? Not today, Gary the Fist. What do you mean not today? Who are you? Oh, my arm's free coat. Brilliant, keep going. Right. Jesus. Stand up to me. I'm Gary the Fist, and you're just a sad little girl with two gay dads who's all alone. That's where you're wrong, Gary the Fist. These are my two new friends. Vanessa is captain of the netball team. Yeah. And Blake owns a motorbike. Yeah. But I can't fight all three of you, and I don't have any friends of my own. Zenére. A magyar tévé. Valami egyszer, az mit jelent? Kettő. Mi az valami szorzó? Nem tudom. Hármasra. Négyes. De most lement a szorzó. Vagy mi? Nem értem mi alapja, mi ez a szorzó. Jaj, de szörnyű ez a csávó. Mint ahogy ti repeltetek őzébe a Hot 16-be. Lehet ritmusra kéne? Most... Négyes. I guess life's pretty hard on a council estate. 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 Get it. Life's pretty hard on a council estate. Life's pretty hard on a council estate. Tényleg ritmusra kell. Hármas nem szabad. Elment a hármas. Csávod szemben. Fuck. Well, thankfully that's all we have time for.
Ibike Blue. Ez nagyon jó volt. Azt a rohadt. Figyeld, és most jön a dráma, meg minden. Valaki dobja már ki őket innen. Nagyon sok rossz volt. Ez nehéz volt. Szörnyű. Ugyanazokat kaptuk, mint egy. Egyre rosszabbak vagyunk, de... Nagyon nehéz volt. Nem vettem át tőled a cenzúrát, amúgy most itt az... Tényleg a cenzúrát. Basszus. Na mindegy, majd a kövibe. Ez nagyon vicces volt. 425 pénzünk van, mi? Lehet az irodában lehet ilyen szarokat venni. Upgrade. Interference filter. Auto beep. Jézus. Groovy VM. Azt mondja, ne legyél olyan, mint Dave. Hagyzál felelősségteljes döntéseket. Ez micsoda, faster? Ami gyorsabban reagál, mint az anyád. Hát, parabola, vagy mi az? Műhold, de nem tudom, műhold. Poszterek, repair. Hát figyelj, spórolni akarunk valamire, vagy most elverni? Speaker repair. Fun. Hát de az akkor kell, ha elromlik. Nem is kell nekünk fenn, amúgy. Switch. Hát ez a satellite, ez nem tudom, hogy mi lehet, de... Valami gyorsabb reakció. Nem tudom, mire vonatkozik, de lehet. Szerintem jónak tűnik. Lehet az a nyíl, amit most mutat az achievementben, hogy gyorsabban reagálnak arra, hogy jó vagy rossz. Hogy éppen jó vagy rossz, igen. Gyorsabb jó. A feedback ott fölül. Az jó volt. Ez de tetszett ez a vége. Késő este. Éjjel. Ja. Hazaértél egy újabb hosszú műszak után, és találtál egy jegyzetet. Rád várva a pulton, felismered Samnek a elkapkodott kézírását. Chris, az evicted, ez nem tudom mit jelent, de azért, mert nem fizette a lakást. Gondolom... Nem tudom. Sam ki lett lakoltatva szerintem. Sam elment felvenni Chris cuccait az utcáról. Ne várj meg. Kétszer aláhúzva. Most ez az én... Ez a te hibád, igaz? Elindítottál egy olcsó horrorfilmet, amit úgy beszéltetek meg, hogy együtt fogtok megnézni. Abszolút... vérfagyasztó lett volna gyermekként, de kettőtöket mindig megnevetteti, de nem ugyanaz szem nélkül, de néha még így is felnevetsz magadban időnként. A jó részhez érve, a részhez, ahol Candy úgy dönt, hogy egyedül megy felfedezni, vagy vizsgálgatni. A 14 éves fiat közbevág, félbeszakítja, át akar menni az egyik barátjához, rád néz, ahogy csak egy gyerek tud. Pleading, but somehow defiant, ez nem tudom mit jelent. Elengeded, amíg megígéri, hogy 11-re hazaér, azt mondod Charlie-nak, hogy nem. Tudja, hogy csak akkor enged, akkor van neki megengedve, hogy elmenjen este, hogyha... Nincsen másnap suli. Ja, vagy na, tudja, hogy nem nincs megengedve az, hogy késő este elmenjen hétköznap. Ja.
Charlie hangja hangosabb és hangosabb lesz, ahogy... Mi a szar az a baloldali kép közben, Dávid? Hangosabb és hangosabb lesz, ahogy látja, hogy nem akarod megváltoztatni a véleményed. Úgy teszel, mintha a saját jódat cselekednéd, de valójában csak egyedül akarod, hogy hagyjanak. Rohadtul utállak! Hezitál, tudja, hogy túl messzire ment, de haragjában nem tudta visszafogni magát. Mielőtt ki tudná nyitni a szád, felviharzik a lépcsőkön és becsapja az ajtaját. Úgy döntesz, hogy adsz neki egy kis helyet, vagy teret, igen. Mindkettőtöknek le kell nyugodni, vagy úgy döntesz, hogy még ránézel a fiadra, mielőtt elmegy aludni. Csak rá kéne. Bekopogsz az ajtaján, és mivel nincs válasz, halkan kinyitod. Itt a tyúk! Kis Tamás 15-öt. A fiad a takaró alatt van, gondolom, szipogva talán. Egyértelmű, vagy a... elszántan a fallal néz szembe, tehát a fal fele fordul, de amint tiszta... amint rájön, hogy nem fogsz elmenni addig, amíg nem beszél hozzád, sóhajt, és rád néz, meg kell tanulja, hogy kezelje haragját. Ez melléknév, ez micsoda, de valami ilyen módon... Bocsánatot kérsz tőlem? Nem, ő kér tőled bocsánatot a kitörésért, és mindketten könnyebben alszatok, miután tiszta levegő köztetek, vagy hát igen, megbeszéltetek. A gyerek is életben maradt, és még jobban is lettünk. Szoros karácsony, de nem tudom, milyen értelme. Nem tudsz nem mosolyogni, ahogy körbenézel az asztalnál, a hó kint leesett a fűre, a gyerekek... Cracker... Nem tudom, mi a cracker. Valamit csinálnak. Amíg az idősebb anyád, anyukád próbálja nyitva tartani a szemét, és mindig egy... Hát, lényeges helyet foglalt el a szívedben a karácsony. A fa, vagy mi? Asztal fele fordulsz, igen, apád helyén ülsz. Már bőven délután van, mindenki érzi. Vagy nem, ez egy embert próbáló délután, mindenki érzi. Ez az első karácsony. Micsoda? Ja nem, ez az első alkalom, hogy látod Kriszt, mióta megtagadtad, hogy odaadod neki az útleveled. Ez nagy változás Szemnek, a két testvér elválaszthatatlan volt. A karácsony mindig egy jó időszaka volt az évnek. Eddig. Meg is köszöntöm Korvo. Letter of Cutlery. Nem tudom, ez mit jelent, de hogy csak azt lehet hallani, ahogy Krisz pontosan rád mered. Jó karácsonyod, vagy nagyi? Mondasz egy beszédet, vagy csöndben maradsz? Én is a némát mondanám. Krisz lenyom 4 üveg bort, kicsit túl erőszakosan. Látod, Szem? Még csak a szemembe se tud nézni azok után, amik történtek. A lányod felnéz zavarodva, megzavarodva. Hogy érted, mi történt? Kérdezi halkan. Brace yourself. Szem megpróbál közbelépni. Nem kéne most belemenni. De Krisz erőszakosan folytatja. Nem, úgy gondolom, hogy hallania kéne. Hát Suzy, Alex itt. Kösz Krisz, ez elég lesz.
Chris felé fordul. Levezetve egy kis frusztrációt egy hanyagul vágott sülcsirkén. A lányod, Suzy, kihasználja az alkalmat, hogy sarokba szorítson. Tudod, hogy mennyire szeret? Mi? Nevet, ez ismerősen hangzik. Nem fog ezt tetszeni, mi? Viccelsz. Megforgatja a szemeit. Ja, hogy ezt kérdezte, hogy tudod, hogy mennyire szeretlek, ugye? És akkor, tudod, én és a barátaim terveztünk elmenni utazgatni ebben az évben. Kezdi ártatlanul Suzy. Hát reméltem, hogy kisegítesz majd a pénzzel. Chris közbevág, aki horkant egyet, vagy nem tudom. Visszatartanám a lélegzetem, Suzy. Mert Alex nem a bőkezőségéről ismert, igaz? Ignorálod is, igen. És mosolyogsz a lányokra. Olyan sok részét szeretnék látni a világnak, és vagy látnánk a világnak, és olyan sok mindent tanulnánk a többi kultúráról, mondja Suzy. Sóhajtasz, és lejjebb veszed a hangod. Tudod, hogy nagyon szűkösen vagyunk, mióta a nagymama nálunk lakik. Nincs rá pénz, Suzy. De Lacey, Harriet szülei is segítenek neki. Sajnálom, azt kívánom, bár csak megengedhetnénk, de nem lehet. Oké, mennyi. Rájövünk, hogy tudjuk ezt megoldani. Engedjük-e? Majd... Hát, de ha nem lesz a pörködve hús maximum, de hát... De akkor meg ki fog fakadni, hogy Chris, hogy a beteg a saját nagyodnak izé. De hogyha meg az elsőt választod, akkor meg hát látod, az apát senkit nem támogat, rohadjon meg. Egyik se jó. Ja. Menjen világot látni! Hadd menjen, majd száraz kenyéren élünk. Happy holiday. Szemközbe vágom. Bocs, de ugye... Nem fogsz kizárni ebből a döntésből, vagy úgy tenni, mintha nem is léteznék. Gondoltam, hogy ez lesz, hogy a nő felháborodik, hogy miért nem kérdezzük meg a véleményét. Érzed, ahogy elpirulsz, és elfordulsz, szóval, hogy Chris ne lássa. Tudod, hogy nem vagy a legfigyelmesebb mostanában, de ez még mindig túl... Hátás hirtelennek tűnik, nem tudom. Onnan szereznek pénzt, szem nem néz rád. Igen. Charlie elkezd mosogatni, csöndben. Hát kikéreckedik kínosan, hogy elmessen mosogatni. Jobb szülinapod van, Pat! Anyukán. Merry fucking Christmas. Hajaj. Megint posta. Igen, mert számlák vannak. Megint az a Advance izé rád írt, akinek megadtad a cuccokat. Passport, elküldtük neki az útlevelünket. Mi? Hopefully this is me. Ja! Vagy mi? Nem értem. Na mindegy, hogy remélem, hogy ez... Tehát, hogy remélem megérte a veszekedés szemmel ezért.
Nem teljesen vágom, hogy mi történik. Van szó, hogy elküldtek neked ezt a csekket, hogy reméljük, hogy nem, hogy egy jelképként fogod nézni, nem csak azért, hogy milyen viselkedést mutatunk irányodban, hanem azért is, hogy vagy a kép is, hogy ezt az első háromszor nem értem, hogy egy szabad társadalmat hozzanak létre egy. Ja nem, hogy megszabadítsák a társadalmat az egyenlőtlenségtől. Uh-huh. Ja, és hogy csak az lüktető, friss, hirtelen keletkezett papírvágás miatt tudott csak, hogy, hogy ébren vagy. Tehát, hogy megvágta magát a papírral, és csak úgy realizált, hogy egy csekk. És egy egész nagy összeggel. Krisznek igaza volt, advance, ugye ez az intézkedés. Redistributing, mert a redistributing, nem tudom. A wealth az meg a gazdagság. Redistributing. Újra szép. Ja, hogy igen, tehát, hogy a Krisznek igaza volt, elveszik a gazdagéktól és átadják a szegényeknek. Folytatni fogjuk az intézkedéseinket a jólét. Jólétet, gyakorlatilag. Bla bla bla. It's bliss, boldogság. A bliss az a boldogság. Hát nem a bliss-szel volt probléma. Ja. Yeah. Lessons. Lessons. Többi tudom. Csökkentés. Tehát a pénzügyi tartozásainknak a mértéke csökkenti. Csökkent egy kicsit. Hál az égnek. Tehát küldtek nekünk pénzt. Mert mi vagyunk a szegények, és a gazdagéktól kaptunk támogatást. Ennyi. Ez történt most. Csak ilyen nagyon hülyén megfogalmazott bonyolult izé. Aha. Miért nem jön fel ez a rohadt cipzára? A nem tudom mi. A bőröndön kéz. A évfordulótok van. Minden évben te és Sam elmentek egy hétvégére általában kempingezni. Nem a pénz a lényeg. Már évek óta vársz rá, vagy már hosszú ideje vársz rá. Végre egy kis idő kettesben, ahol meg tudtok feledkezni a mindennap zajaitól. Nincs gyerek, nincs munka, csak egy kis romantika, csöndben és békében. A cipzár végre feladta a harcot, és fel tudod húzni a bőrönnek, és le tudod vinni a lépcsőn. Igen, és pittyog a telefon. Jó estét, Alex! Ez Bozeman. Nem tudom ki ez. Azért hívlak, hogy tájékoztassalak, hogy dolgoznod kell ezen a hétvégén. Hoppá! Légy, nem megyünk. A szíved dobban, vagy a szíved leáll. Én mindent beleteszek, Tomzon. Néhány információ napvilágot látott. A növekvő problémákkal a nemzetünk és a külföldi erők között, és a nemzeti Nighty News esti hírek csapata azon dolgozik, hogy biztosítsa, hogy miénk legyen először a sztori. Aha.
Szóval maradnunk nem kell. Nem kell mondanom, hogy holnap menne, holnap reggel jönned kell, 8-kor, kellemes éjszakát. Igen, sok idegesség és aztán harag. Mit fogok mondani Samnek? Lejön a lépcsőn, tiszta izgalomba van, hello. Megcsókol, fogja a kocsi kulcsokat a pultról megint, és elkezdi bepakolni a csomagokat a csomagtartóba. Ignorálod az üzenetet, kell ez a hétvége, vagy nagyon... Elnézést kérsz, és bemész dolgozni. Sűrű elnézéseket kérve a párodtól, de nagyon el kell menni dolgozni. A Bozmannek a haragja legendás. Tehát aki felhívott, annak legendás harag. Hát menni kell. Szerintem is. Nagyon mélyet sóhajtasz. El fogsz menni, nem igaz? A hang mögötted... Vagy a hang miatt megfordulsz. És egyszerűen bólintasz. Hát persze, hogy elmész. Túl sokat vártam tőled, hogy egyszer valaha a családot fogod első helyre tenni. Nem tudom, ez ilyen felkiáltás, hogy a Isten verje meg. Nem tudom miért... nem tudom miért vagyok meglepve, Alex, tényleg nem tudom. És szem elment. Az első, vagy első, a bejárati ajtó megtöri a némoságot. Permission slip. A fiat, Charlie, átnéz a könyököt felett, ahogy olvasod. Küszködőnek találod magad. Vagy, hogy mondjam, tehát küszködsz azért, hogy elérd a céljaid? Aktív tagja vagy a csapatnak? Szeretnéd élvezni az előnyeit az együttműködésnek? Csatlakozz az Advanced Go-Getters-höz ma! Várjuk együtt. Nem úgy hangzik, mint a fiatal klub, amiről ő mesélt. Tehát ezt most Charlie adta neked ezt a papírt, hogy olvasd el, mert ehhez akar csatlakozni. És te elolvastad. Aha. Elveszi a flyert tőled, és... És egy űrlapot ad a kezedbe. Szóval ide tudnék egyből a suli után menni, és Ben tesója... Utána haza tudna minket hozni. Szóval neked semmit nem kell csinálni. Aláírod az engedélyt, hogy a fiat csatlakozzon az Advanced Go-Getters-höz, vagy megtagadod. Hát nem az, aminek mondta, nem az volt, hogy... Hát nem tudjuk, hogy mondta-e, csak annyi, hogy nem úgy hangzik, mint egy valami. De hogy mekkora pöcsök vagyunk, meg komolyan. De semmi, nem, semmi. De nem hiszem el, hogy nem jön egy olyan döntés. Most a lányunkkal jó fejek voltunk, most az anyukája haragszik ránk. Most hát akkor engedjük neki, hogy... Nem tudom. Lehet lelövik. Advanced Go-Getters. Nem tudom, ez mit akarhat. Lesz a szarom. Menjen! Teljesen le van sokkalva. Szívmelengető látni ennyire szenvedélyesnek, hogy valami... aktív része csak lesz jó, a társadalom. Jó dolog lesz. Ez jó lesz, jó lesz. Igen, megint eltörik egy csomó nap, de amúgy profitáló együttműködés. Mi van már? Nem csinálunk semmit. What the fuck? Egy hosszú nap után a munkában hazajössz. Igen, korvó. Hazajössz, és a posta külön van válogatva kupacokba. Biztos a szokásos izé, szarok, de egyik az... Igen, de egy levél a gyorsan egyre vál. Ismertebb Advanced logóval. Sürgős, válaszolj azonnal. Igen, tehát felhívja a figyelmed a piros izé.
Igen, már meg kéne csinálni. Kedves Winston rezidencia. Arról informál a levél, hogy az Advance kormány újabb lépést tett az egyenlőségért folytatott küzdelemben. A nationalizing egyesítve a legnagyobb privát vagy mi egyesületeinket, és csökkentve a... Nagyon jó dolgokat csinálnak. You don't remember. Hogy ez lenne a... Manifesto. Nem úgy emlékszel, hogy ez lenne a... az útja ennek? Vagy hogy ezt mondták volna, hogy ezt csinálják már? Kiáltvány. Minden háztartás tagja lesz az institution egyesületünknek a négyből. Minden a közvélemények alapján van kiválasztva, és nem nincs rá garancia. Válasz ezek közül. Eye of the Beholder Incorporated. Cosmetics, tehát nem make-up, mi ez? Ez egyik, amit reklámba vetettünk, reklámblogba, ez a... Nem. De, és itt van a Crazy Nail is. Ja, igen, azt felismerem. Igen, az első az ilyen... Mi a tusfürdő, a sampon, szép, meg a kozmetikai cuccok, ruhák, mit tudom én. S mi lesz azzal, amit kiválasztunk? Nem tudom. Egy-kettőt kell kiválasztani négyből. És partnerek lesztek vele. Nem tudom. Legyen az, meg... A sport, utazás... Sport, legyen a kozmetik, meg a sport and traveling. Nagyon kösz. Jó. Igen, a borítékot is tartalmazva, azért, amit visszaküldesz válaszba. Egy visszajelzést fogsz kapni a partnerünktől 3 vagy 6 hónap múlva. Aha. És olvastam, hogy mit kattintott. Ja, azt hittem ez már az volt. Nem. A nemzet jövője ebben a vizében van. Ugyanaz az aláírás. Mennyi befolyásotok van még? Mikor dolgozunk már? Kezd... Ez is az lesz. Tini lázadás. Kiszállsz az régi autód a némán, becsukja az ajtót szem, és... Reméled, hogy nem jön le a kilincs. Nem mondasz semmit. Nincsenek itt az ideje. Ahogy mész az asztalhoz, fizikálisan rosszul érzed magad. A rendőr azt kéri, hogy várj. Hát gondolom a csajt bevitték. Miért? Hát pont azért, ami a cím, a tini lázadás, vagy ilyen... Tehát, tehát bevitték a jailbe, mert rossz volt. A lányunkat? A lányod, de bevitték, igen, és... Kedves arccal fogad. Jó gyerek. De ha megint graffitizésen kapjuk, akkor meg kell büntetnünk. Bólintasz. Bocsánat kérsz Suzy viselkedése miatt. Megöleli. Ahogy Sam megöleli a lányodat, igen, ott sokban van. Megrázza a fejét, és az officer lejjebb veszi a hangját. Tartsátok távol attól a fiútól, és szerintem rendben lesz. Remélem elutazott valami csávóval. A kocsiban megpróbálsz... Ja, megpróbálod ezt a témát boncolgatni, de Suzy megtagadja a választ. Egy idő után feladod a kérdezősködést, és arról, hogy ki ez a srác, ki lehet ez a srác, és csak vezetsz, órákkal később
a... mi ez? Mi van fölöttük? Mennyezetre. Bámulsz, aggódva. A mozdulatlanság a hálószobában az egyetlen jel, hogy Sam is még élesen ébren van. Kivel lóg Suzy? Miért játszott ki minket? Egyikőtök se fog aludni ma este. Ki a péniszt érdekel, hogy mi, kivel, ki az a csávó? Nem értem. Na, töltés van, ilyenkor szokott jönni az adás. Azt mondta, három adás van a game-ben, nem? Nem, azt mondta, hogy három epizód. És nem tudom, hogy ez most epizódnak... The Tempest. Na végre. De milyen lényege van a magánéletünknek a munkában? Mármint értem én, hogy tök jó lenne, de eddig semmit nem befolyásolt. Jó, oké. Újra akció. Good evening, Alex. It's Bozeman here, your boss. While you're powering up and getting the adverts loaded, I thought I should just tell you that we've had one of those public information films from the government, and it's mandatory that you play it. You still have a free choice for the other two, so read those tape labels carefully, but make sure you play the advance advert, preferably at the second break. Right, let's go. Advance advertet kell a második szünetbe játszani. Jó. Nagyon fontos. Jó, tehát advance, transition, az kell a második szünetbe. Olvasd azért, must be played. Igen. Jó, akkor ez megy majd a második reklámblokkba. Menjél már! Mi van? Crazy-nél. Nincsen áram alatt. Baszki. Az pirosokat kapcsol. 4, 3. Mi? Dávid! Adás! Csessze meg! I'm Jeremy Dawson. And I'm Jeremy. Our main stories tonight. Uncorrupted. A mysterious symbol. Válts el nézetet közben. Vagy, ja nem kell. Ott választani kell, A vagy B. Miről beszélnek? Nem tudom. Valamit válasz, A vagy B. After 3 months of record-breaking approval ratings, could this be the daring first move of a silent resistance movement? And what will that mean as we go into the future? We shall overcome. A nőt mutassad, a nőt mutassad, hát ő beszél. Valami graffitiről híreznek. Together. Lehet, hogy a lányunk van benne a hírekben, vagy valami? If a group of fungus experts can't fix the most advanced craft ever conceived by man, then who can? As the last Mr. Snugglebugs is found and destroyed, we are destroyed. How can we have been so blind? Fortunately, this station wisely chose not to advertise Mr. Snugglehugs and the subsequent disappointing. Van itt valami öreg bácsi, meg kislány, meg felgyulladt a izé, és injured. How much worse could it have been? Thankfully, we'll never know. Jézusom, mi ez a háttérben most nézd? Égő maci. Said today that the new advance mark, which must be earned by all new products, will be 100% ironclad guaranteed. Lehet ez volt az a játék, amit múltkor ide raktak, hogy tehetünk reklámba, és nem biztonságos. Tiffany Lamour was spotted having a private moment out at lunch today. Roller coaster. Egyiknél megkirekezik, másiknál meg csak ülnek. Kirúgtak! Mi? Mi történt? 5% alá csökkent a hát nézettség. Azért, mert nem tudtál reagálni időben. Azt a picsa, úristen. Szegment 1. Akkor ez még mindig az első... izé. De csináljad, mert közben megy az idő az adásig. Ja, akkor azért indultál. Igen. Az első, ja. Második hava, igen. Oh, how's it going with Steve? Why are all men such pricks? That woman. Apparently he has a complicated relationship with his friend. No. Sorry, are you saying he chose his imaginary friend in the sky over you? I don't know why I talk to you. You're probably just really awful. Miért esetleg egyből a nullára? Did your personality accidentally slip out?
pricks. Going in 5, 4, 3. Csávó volt előbb, vagy a nő? Csávó biztos. Good evening. I'm Jeremy Dalton. And I'm Megan Wolfe. Our main stories tonight. Uncooperative. A mysterious symbol has appeared overnight on thousands of buildings throughout the capital. Tonight, in an exclusive live interview with Prime Ministers Julius Salisbury and Peter Clement, I'll be asking what this mysterious symbol might mean. After 3 months of record-breaking approval ratings, could this be the daring first move of a silent resistance movement? And what would that mean as we go into the future? We shall overcome. Trapped in Dante's taint for more than a month now, Doctors Ingrid Svorsborg and Horgan Operation Survive and Operation Escape. Today that they're considering two possible options. Itt ezt most te döntöd el, szerintem. Mert itt nagyon pártatlanul beszélnek róla, és utána. Igen, mert most... Igazán, te már hírek is benne van. Mert most arról beszélnek, ami képen van, az előbb más mondott a nő. Nem nevetek. Tehát most káros az a játék, vagy nem? De azt mondta, hogy megsérül a gyerek, szóval a B. Mondom, halálos játék. Julius Salisbury, who mobilized numerous government resources to recall the product immediately after the first blindings, said today that the new advance mark, which must be earned by all new products, would be a 100% ironclad guarantee of safety and quality. Table for two. Johnny Hansen and Tiffany Lamour were spotted having a private moment out of private moment. Megkérje kezét. They've been on a roller coaster since they started dating late last year, and this image is sure to place them firmly back in the tabloids. Could we be on the verge of the biggest celebrity wedding since professional wrestler Randy? Most hogy néz ki ez a csaj, mint egy smink? Vámpír. Nagyon undorító. A csávó is ilyen feje van. In a wrestling ring made entirely of cake. Is this one celebrated about to become the bad boy of sport? And onwards and up. Nőre! In an attempt to put the Mr. Snugglehugs disaster behind them, Remington's Fist CEO Sophia Remington today announced a brand new product that already has the markets buzzing with interest. This groundbreaking product came as quite a shock when it was revealed. Though its critics are skeptical that the young CEO can fulfill her promises. Described as a breakthrough far ahead of its time, the male contraceptive pill is heralding a sexual revolution. Its fans are celebrating the fact that men can finally take equal responsibility for contraception. But others have expressed concerns over its safety and side effects. With that exclusive Prime Ministerial interview coming up later. Jön a reklám, nevét, vagy nem tudom milyen. 7, 6, 5, meg jön az interferenc. 4-es. Interferencia? Mi a szar ez a kék izé? Igen, az interferencia most már. Most már gyorsabban reagál, azt upgrade-eltük. Ja, aha. Tök jó, hogy végre ezt is le tudtuk tesztelni, már el is felejtettem, hogy upgrade-eltünk a sztorik miatt. Mi ez a bejátszás? Ja. Na váltsa. But first tonight, while Advance is certainly proving popular with the majority of the country, who've arra seen their szabad wealth and standards of living increase. Tuti lesz káromkodás, ma most látom. Some transition has not been as pleasant. That's right, Megan. The formerly aristocratic members of our society have had to make major adjustments to come to terms with the new regime. Robin Short is in suburbia investigating rumors that these previously privileged people may be planning some kind of protest. Robin? Thanks, Megan. I'm here in Moderate Hatching. Who were relocated to the house you see behind me after Advance passed the Assets and Wealth Act on their first day in office. Tell me, how are you settling into your new lives? Well, quite frankly, Robin, we're not settling in at all. Our neighbours are whitewaters. It's simply untenable. I hope you'll forgive my language, but it's a steaming too much spatting. Steady now, Penelope. Sorry, Robin, my sister's under a lot of pressure. She had to dress herself this morning and she still hasn't quite recovered, Robin. Yay. Nyomtam bele hirtelen. Really struggles with ribbons, Robin. Well, at least you've been rehoused in a nice big house. Big house?
this grubby little gadispatch only has one staircase. And the breakfast room and the dining room are the same bloody place. Imagine that, having all one's grub in one room. One room, woman. Mi történik? What would you say to the people that feel that your family has had it far too easy for far too long, and that these redistributions are both fair and just? I hardly think we've had it easy for fuss's sake. Only one of our swimming pools was even heated. But realistically, what can you do? Well, you've asked the right bloody question, Robin. Thank you, Wentworth. I wasn't the youngest ever editor of the Swinstead Middle School Inquiry for no reason. I think our toilet butler was from Swinstead. Dear George. George. Oh, I wonder what happened to him. Daddy tried to shoot him in the middle to the west. Nem tud mit kezdeni magával, nem törőnek egymásnak. Tragic. Ez nagyon durva, hogy közben... Yes. Mindent figyelni. Mit csinál a bűnnyomja a cenzor? Levetkezzük, Dávid, kapcsolja készülre! Lehet, el kell kapcsolni. Jaj! Ja, hogy ez így tervezett. Somerset Beckley, glad to meet you. See, the protest has started already. Nice sharp work, boy. Thanks, Daddy. He gets that from me, you know. But, and forgive me, what are you trying to achieve here? We just want to be fudging well heard, that's all. Language, Penelope. We are nude, not rude. I'm sorry, Daddy. We want the world nude, to realize we won't roll over and run away. We will revolt. We will rise again. Yes, we bloody well will. Spaff and piff-paff. What? Interferencia lehet. Már készülnek nagyon. Lelőtt a csávót. Ezeket mondja közben, le se szarja. De most át... Ja, akkor nem csinálom. Speak for self there, Jeremy, but I've seen enough shaft work to last me a lifetime. I'm sure you have. But can a naked protest movement ever really catch on? It doesn't seem like the way we do things in this country. But as I'm sure you're aware, Jeremy, this country is becoming a very different place. Yes, but seriously, who's going to run around naked in our weather? Well, hopefully not you, Jeremy. Yes, well, there wouldn't be enough canvas for the slogans. When we come back, our very own Patrick Bannon will be dying for the sport David toward finals. Stick around, you won't want to miss it. We'll be back after these messages. Mindig ezen a csávon fejezzük. Sorry, I'm busting. She's funny. Yes, I know. Az igen. She wants your job. She's welcome to it. Why is it raining on my desk? Csöpög az eső. Alex. Oh, plusz. Oh, plusz. Úristen, nagyon jó. Valamit nem szabad majd leadnunk hazután. Igen, de nem tudom mit. Valami sport. Valami sport. Valaki figyelt jobban, mint... Valaki értette, hogy mit nem kéne leadnunk? Nem figyeltem. Kajakkorvó. Valaki... Nagyon kétes érzéseim vannak. És most mit... Replay? Mi lesz replay? Most jön majd be az ezért, tehát hogy most, most reklámunk van. Az biztos, hogy mi. És ott van mellett a tálmet csöpög a mennyezetről az eső. Azt mondta, hogy eső van az asztalomon. Mit vállalnál a tálat? Hát nem mit el. Welcome back to the National Nightly News. Mert rendesen esik az eső. We'll be speaking to the Prime Ministers about their exciting new healthcare facilities, transition centers. Megint interferencia. You're absolutely right, Jeremy. But first,
We're going now to our own Patrick Bannon, who's reporting live from the finals of the new game that's gripping the nation, Sports Board. Patrick? That's right, Megan, you join me live here for the Sports Board Championship. It's going to be a bit better. I think it's fair to say, these two have been dancing around each other. First up, we have Ellie Stryker. She's the more experienced of our two players today. Stryker has got an accuracy of 7, a danger rating of K, and a 12-month driving ban. Stryker's known for her signature move, the Eagle Angry Hamster. And facing her tonight, hoping to prove himself with a career record of 12 outs, 14 finishes, and a divorce pending, is Mr. Wingspan himself, Tommy, the fingernail Harris. Milyen jó rá váltottál pont. Gondoltam, hogy a nőt itt fogalmazhatném, hogy vetkőzik. Harris, perhaps the brawn and not the brains. Stupid. Eddie Stryker. Nice start there from Stryker. She's determined not to let the nerves show. Mi a szar történik itt? Ez ilyen lég ping-pong vagy lég tenisz? Tommy. Using his arm to pick up the ball. What a bad shot there from Van labda. Mi történt? Ja, bedobják a... She's gone to sort of throwing under her. Oh yeah. Not bad if you ask me. Betje közébre 200-at. Hello. De miért vannak megizzadva? Semmit nem csináltak. Ah, tettél a vonalat! Jézusom. De hogy kell így van? A csajt mutasd, a csajt! Ez egy paródia játék is egyben. Nem, ha bedobod, akkor nyer a másik, vagy mi? De nem dobta be szerintem, vagy bedobta? Az a, jaj, ne, elrontottam! Bedobtam! Mit csinál a csaj amúgy? Ne, az nem szabad! Ó, Dávid! Anyád! Anyád! A kettest! Vagy a hármat! Egyes! Jó. Egyesen vagyok. Anyád, ott szaladgál egy csaj vesztelenül! Hármat, ne, kettes, egyes! Jó. Elvitték, jó van. Hogy jött be? Fos! Ez nem mehet le adásba, korvó, vagy még kecske, ez nem ilyen. Harris. Köszi Morgi a 30-et. Hogy áll be a csak? Back to Stryker. Stryker. And we know what that means, ladies and gentlemen, that is of course Úristen. Történik. I don't know about you at home, but I'm finding the technical master in this play here. Absolutely blooming jaw dropping. The ref has spotted something in Harris's neck or head. And Harris is having an absolute shocker. What a miserable start there for Tommy Harris. But he is a late bloomer, of course, I've always said that. And after all, it is a game of two halves, four rounds and several subgenres. But now, of course, it's time for the halftime show. Sponsored by Grimmington Smith. Azt mondod, hogy halftime show. Most van 6 óra, Dávid, nem? Vagy ez nem azt jelenti? Ha megint bejön! Ha megint ott van! Mindjárt, ha csajtól elmenj, menjen a csajra. Igen. Most! Csaj! Oké, okay, mehet a hármasra, hogyha onnan elmen... Most hármas! Vissza az egyesre! Ne! Hármas! Egyes! Kettes! Ezek azok, akiket lelőttek, nem? Mármint ez most az a csáva, az előző meg az a csaj volt. Ez jön be izébe! Mindjárt elviszik. Elvitték? A baseball ütővel elvitték. Mi történik? Arra nem.
and a lovely finish there on both sides of the bucket. I wouldn't like to call that one. Ez nagyon vicces, Zsomi. Nem tudom, mi történik. Teljesen nem vagyok sokkolva. Ne, ezt nem utasd, ez sárga. Jó? Not bad. Megint labdáznak. Ennyi is. Back to Harris here. God, what I wouldn't give to be that ball. I'm all right, ladies. Tommy Harris. And it dribbled down his arm, which is Úristen, mekkora mozdulat. It's not going in the bucket. Back to striker. Valaki ezt nézi. And striker's gone for the animal bonus there, but of course perhaps... animal bonus. Yes, Harris has counted with a tiny bell. That is wonderful play. De lecsengette ez, nem. Look at her face, she is absolutely gutted. What a mug. That could have been the clincher. What a massive shame. Harris to serve now. Harris, of course, undefeated by Kestrel in his last... They do, sit there. Here we go. Tommy Harris. That's all right. Not bad there, threw it quite far away from him, which is quite a good idea. Very clever there. Perhaps a little contact caution from the referee, who's being, if you ask me, a little bit harsh. Ellie Stryker. And she's let the nerves get to her! What the hell was that? You hate to see it, don't you? You cannot believe it. Oh, for God's sake. Okay, na megint valami faszrázó! Kettes! Egy! Egyes! Most a ketten bejöttek. Na ketten vannak, úristen! Figyelj! Egyes! Hármas, hármas! De miért nem viszik el őket? Jó, eltűntek. Jó. Mert nyomtam. Jó, jó. Egyes. Vagy a hármas. Hármason legyen, én hármason legyen. Egyes, kettes is jó. Mi történik? Elkezdem ezt a kedvenc sportom. De ez micsoda? Képzeletbeli lövés. Miért rohangál ott az ember? Labdaszedő. the bucket getting moved back to its proper place. About time, if you ask me. She's juggling it around from her hand. And she's put it in her mouth like as if it was an egg. And now she's and she spat it out. She did the egg spit. So a wonderful move there. Képzeletbeli lövés. From striker. But she's in it to win it. Hú, a közvetítő csávont nem utasod ma, az az első, ahova bejönnek a pucéra. De változatosnak kell lennie, vagy külön szal lesz. Akkor csak ne annyi szar, vagy nem tudom. De hogy van itt a csávó, ha lelőtti? Úristen, fantasztikus! A csaj nyert, vagy mi történt? Nem jó, hármas a jó. Vagy egy egyes. Ez igen. Úristen, ki nyert? És így elnyomnánk. Baszki, túl sokáig hagytam egyen, hát a többi sárga volt. Mindenki győztes. Mi történik a konzollal? Elromlott a konzol? Meg kell javítani majd. Mindjárt jönnek a Jeremy-ék. A reklám is elromlott. Még most kéne leadnunk a második. Nem tudsz visszaállítani kettőt. Yeah, I can wrench a doubler with the best of them, I'll have you know. I certainly wouldn't bet against you.
when we come back. A vihar miatt. Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement, who apparently have a big announcement. 4, 3, 2, 1. B. Most. Fucking microphone shot me. What? Fucking microphone, just shot me. Megrázta a mikrofon. Az X-faktorban 5 percig mutatják ugyanazt a döntőben, mégis a fél ország nézi. Hát ja. Oh, the mics are just trying to kill us now, apparently. You'll be fine. Megrázta Charlotte a mikrofon, mert ráesett a víz. Kajak. Aha, most ordibálta, hogy a fuck a mikrofon. Veszélyesek. Nem szabad túl gyorsan váltogatni. Jó döntéseket kell hoznod. Miért van a vödrön egy izé? We'll look into it. That's so good to see you again. Miss Wolf, your star seems to be in the ascendant. It's a great time to be alive. Úristen, túl intenz ilyenkor a játék, de amikor meg a szöveg van kint, akkor meg olyan uncsi. She's tougher than she looks. Am I here? Here, with Mr. Clement on your left. Right you are, pet. You'll see, ya. 10 seconds, everybody. No, mine's fine. 10 másodperc. Egyes, gondolom. Azzal kezdünk. 5, 4, 3. Nem lehet az egyesről lenni. De. Welcome back. I am delighted to be joined by Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement. Welcome to the National Nightly News, Prime Ministers. Oh, they all want as a lepers. We don't believe much in titles. It doesn't seem very advanced. We're delighted to be here. Well, firstly, I should ask how you feel about the graffiti that's been springing up across the capital. Should we be worried? Oh, no. No, you definitely shouldn't be worried. Well, not unless you've got a fatal paint allergy anyway. But yes, it does seem that there are still some people we haven't been able to help. You know, whingers mostly. And people who've yet to benefit from the many advantages of the new future. And you know, Megan, as my old mum used to say, there are some pissants who just don't know how to be happy. We're working hard to reach these people, find out what they're angry about and how we can help. The door to my government is always open. Belenyúltam véletlenül, pont akkor ment bele az áram. Jézusom, Dávid! Ne csináljál már mindent! Nem jó a négyes! Négy, vagy kettesre menni. De rájuk is hatással volt, így fölfele néztek. Let me ask you a question, Megan. Okay, it's not usually how it works, but... What scares you? I mean, really scares you? It's death, pet. She's talking about death. We're all afraid of our deaths. It's part of being human. Sorry, are you saying that advance have cured death? That'd be a vote winner. Yeah, that's definitely a process. But while we may not have cured death, we hope we found a way to make it much less scary and much less expensive. Look, which is my close-up camera? Oh, there? My man came and got me from school. He had to go to the hospital. Granddad, he collapsed that morning, so we'd all to say our goodbyes. That's it, thank you. And when no we on. See him, he were all frail and pale. I was scared because I'd only seen him the week before, and he'd been fit as fiddle. And he said to me, Peter, he said, it's the right time. I don't ever want to be a burden to the people I love. Oh, was that the last time you saw him? Nope, 3 days later he were back home. He lived with us for 9 miserable years after that. He had to be fed with a rubber spoon. He had a commode, so he'd just take a shit right there in the lounge while we were watching football. He wouldn't even wait till halftime. That sounds... It was awful. Awful for us. And this is the point. It were awful for him. He could see it was destroying me, man, watching him slowly fade. That's he would beg her to turn off his breathing equipment at night, but she couldn't. She wouldn't. It were a crime. And she didn't want to lose the children, as well as her old man. No family should have to suffer like Peter's did. And now no family will have to. The health service is today opening the first of 300 new transition centers. Transition centers will
handle everything for your last days. The legal, financial, medical and emotional costs are all catered for and paid for by the government. So menj már! Even the poorest citizen gets to pass on with dignity when they choose. This is a service only for people who choose it. People who feel they run their don't want to burden themselves or their families with a slow, long, humiliating decline. Nem már, hát... Are you okay? Kisikurta az áram. Are you still on the air, Peter? Yes, sorry, my apologies. Oh. Are you not worried that this new... Kisikurtam az egész megszólalását. In what way? Sorry, I've got sacked again. Can I get a little bit of that? Hey! Folyamatosan ráz az áram a csáv. Jézusom! Ezt nem tudtam kisípa. Hát akkor történik ott? Jézus! Ezek ott röhög, érted? Don't get yourself sorted out. Right. We're launching a government information. Te is lebén utala. Jó vödörbe belelépett. Jön a csávó helyette. It's hard to believe you've yet to be in office a year. Oh, Megan. We're only getting started. Dávid! I'm on that note. Thank you both so much for being here. Erről már ne, hát mindjárt vége. Nem akartam. Jön megint a... Jön that's all we have time for tonight. 15 másodperc, 14-14. Congratulations to all the winners at the Sports World Cup. Minden győztesnek gratulálok, mert mindenki nyert. My name is Jeremy Donaldson. If you can, csak ne akkor jöjjön bele a csapat. Pont vége lett, hagyja, nyugi! There's my nephews, how we transitioned the moment I saw the link. Mi a... hol áll? Ez jó volt nagyon. Tipika. Folytatjuk. Oh boy. Belénk vágott az áram is. Ez volt most az ez volt a ősz, harmadik. Ami megvan, vagy az elsőnek a vége? Mert azt mondta, nem, szegment ez ennyi, egy. Ennyi most a early access. Nem early access, hanem ennyi most az izé. Ne. Az. Mi? Jézusom! Az. Nem cenzúrázta, Dávid, így a lenyomom a space-t. Közben letelt a 12 óra. És ezek ti meg tudjátok magyarázni, hogy mi történt itt? Mármint amúgy... Tök jó lenne. Úgy összességében mi történt itt? Tehát, hogy... Az, ahogy ez az egész föl van építve, hogy rakosgatni a zseniális. Színeket, meg ilyenek, ez zseniális. Ez nem csak, hogy még a hasonlót nem láttam ehhez, de hogy ennyire jó meg legyen oldva, és amik behozzak ilyenek, hogy beléd vág a villám, meg ilyenek, ja. Ez egyszerűen zseniális. Pont annyira komoly, amennyire komolytalan. És közben ilyen hülye jelenetek vannak, hogy képzeletbeli labdával dobálóznak, meg belelőnek, meg ilyenek. Nagyon király, de az a sztoris része, amikor így családod, meg ilyenek, tehát az mi? Tehát túl rövid lett volna a játék a nélkül, és valaki kell tovább nem műsor időt. Nem szerintem az még ilyen félkész, legalábbis remélem, mert amúgy szerintem lesz lényege annak, hogy a magánéletedet belevigyed, meg hogy milyen döntéseket hozol, de ilyen formában eddig ez így elég gagyi. Mert hogy megszakítja nagyon. Ezt a hatalmas adrenalin löketet, ez az olvasgatás. És igen, és az a baj, ez egy kicsit el is rontott. Meg nem is volt semmi értelme, mert semmit nem befolyásolt. Nem befolyásolta, hogy mi lesz ott, meg ilyenek. Max 1-2 ilyen összefüggés volt, de ez lószar. Att is közben, Atus, nagyon szépen köszönöm a 2 évedet, már 2 éve támogatsz engem a munkámba, és azóta itt vagy, és nézel, és újra Twitch Prime-ot megosztottad. Ez Pog, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Ez az Advance-nak a logó. Kösz, hogy itt vagy. Igen,
ez az Edvard. What do you mean I can't say that? Advance is lying to you. Edvard's hazudik. What, came out quiet? So, Mum's made the decision to unburden us, and now we have the chance to start a family. We are getting reports. Oh God. Millions of deaths across the continent. Van nagyon kívánnak. Hűha. Szerűen. Hi, I'm Dan Carey. I'm Andy. I'm Jane. Really old. And I'm Alex. Unbelievable. That's what happened. Ők a fejlesztők. Aha. It's only through your amazing support that we can tell the awesome story that we have. If you've enjoyed it, and we really hope you have, then please tell people about it. Or maybe leave us a review on our Steam page, or come and talk to us in the discussions. It really does help, and we do read everything obsessively sometimes. Thank you so much again for playing, and we'll see you, in episode 2! Good evening, I am Jeremy. Yes. Én nem tudom. Én egyszerűen nem szól, hogy mit mondjak. És itt vannak. He? Igen, ugye maga az alap elképzelés a játéknak egy nagyon, nagyon menő, hogy ugye a képen is látszódik, hogy ugye nem mutathatjuk azt, amit akarunk. Tehát mi, nekünk is meg van kötve a kezünk, miközben a háttérben meg ott megy a valóság. Meg a izé, de mi azt, hát valamikor, ha olyan, akkor mutatnunk kell egy bizonyos szintig, aztán elvágni. Az extrákban mik vannak amúgy? Vagy azt nézted? Credits coming up later. Hát... Amúgy pont ideális volt a neki szánt időre. Ja. Ez volt a bevezetője. Nem tudom, hogy mit mondjak. Igazából remélem, hogy nem teljesen ilyen lesz. Igen, egy kóstoló volt a gameből. Az nagyon vicces volt. Egybe zseniális és egybe nagyon furcsa. Hát... Igazából, ha nem lettek volna benne ezek a... Akkor csak zseniális lett volna. Igen, igen. De biztos, hogy van valami, mert ott is van, mert ott megy a sztori, hogy ez a cég, meg minden, hogy tőlünk is bekérte a izéket, meg mit tudom ja. én. Tuti lesz és akkor közben meg a hírekben is benne van, hát ahol most, mi is hogy dolgozunk. A trailerben volt, vagy mi ez, hogy valami gond van a kajával, ez ki fog bontakozni valószínűleg, hogy ja, a társadalomra nagy hatással lesz ez a dolog, csak hát... Nem tudom, hogy ez biztos ilyen formában kell közölni velünk, vagy... Tehát valahogy csak fel lehet ezt dobni. Orwellba is végig csak olvastunk, mégis izgi volt. Nem tudom, valahogy olyan... Ja. Vérszegény ez a rész, ahol olvasgatni igen. kell. Meg tényleg nem nyert értelmet még ezen fázisában. Jó, mert tök menő, mert ott megy a szöveghez kapcsolódnak tévében is a dolog, de... Nagyon nehéz felfogni mindent egyszerre. Ja. Nem tudom, hogy mennyire szab ennek gátat az, hogy... Hát... Te érted, hogy miről van szó, meg így hát... megy a fordítás, de hogy mégsem teljesen úgy éljük meg. Nem, az a baj, ez egy... Angol anyanyelvűnek szerintem sokkal jobban átjönne, mert igen. ő közben... Félfüllel tud figyelni arra, hogy mit mondanak, de én, hogyha arra figyelek, hogy melyiket válasszuk a kettő közül mondjuk, akkor nem tudok közben arra koncentrálni, hogy valójában mi megy a hírekben, meg ilyenek. Igen. Tehát csak egy valamire tudok egyszer
egyszerre figyelni. És közben azt is értettük volna, valószínűleg jobb lett volna, hogyha azt is értjük, hogy mire beszélni. De úgy meg a játék értékelése az valami... Az nagyon valami, durva. Nagyon brutálisan pozitív. Mindenki imádja. Hát nem is látok ezért negatívat. Az jó. Ja. De gyorsan végigvittük, ja. Menő. Ja. Korai hozzáférés. Itt majd... majd szerintem ránézünk, hogyha kijött az egész úgy egybe. Hát ez durva volt. Oké. Okay. Na. Köszönjük szépen, Vivian, a szinkron tolmásot, meg ilyenek. Thank you for having me. Így van. Így igazából szerintem visszaadnám azt a pontot, amit elköltött, hogy miről szól a játék, ezt így már nem tudtam megválaszolni. Ezt szerintem, ha visszanézed, Max, akkor jössz rá, mert akkor se. Meg mi se jöttünk rá. De hogy igazából ez így. Na mindegy. Jó volt, hogy megnéztük. Azt hiszem, nem tudom, annyira össze, hogy zavarodom most ettől, hogy ez valami értetlen. Ez egy tök jó élmény volt. De... Jó élmény volt. Menjünk a lobbiba.